Tehát nagyon-nagyon fontos dolog megérteni, ahhoz, hogy tudást szerez, az első pont az, hogy megérted, hogy én nem tudom. Ugye renget, nem lehet olyan embert tanítani, aki figyelj, én nagyon vágom ezt az egész dolgot, és nem fogod tudni tanítani. Én jártam már új időt jóga órán, azzal kezdtem, hogy ő az Ashtanga 3-asiknek ő megvan minden. Úgy néztem, hogy tök jó, akkor mondtasd meg az órát, mert én az egyes gyakorlom 3 éve, és még az sincs meg, de... És aztán... Hát persze semmit nem tudott egy normális vinyásza kiemelés, meg semmit, csak úgy gondoltam, hogy ő neki az megvan. És utána... Pont nem azt valósította meg az óra végére, hogy ő nem tudok semmit, és taníts. Hanem azt, hogy piszkosul egóra vette, hogy ő neki ez nem sikerült, és nagyon-nagyon beégett. És mindenki röhögött rajta, úgymond, mert az elég nagyon elsütötte ezt, aztán utána meg ő volt a leggyengébb láncszám az egész csapatban. És nagyon-nagyon egóra vette, és nem jött vissza soha többet. Nem akart tanulni. Ő úgy gondolta, hogy ő neki az jó, hogy azt mondja, és ez mint egy ilyen delay-t nyomtuk, ez nem is történt meg, én tudom az Ashtangát. Szóval az ember, aki azt gondolja, hogy én tudok, azt az ember csak nem fogok tudni tanítani. Tehát az első dolog az, hogy te megérti azt, hogy ő, én nem tudom, taníts, mondj nekem valamit, és akkor... És az alázatos, a parikrasina szívája az, hogy elmentek a tanítványok, és szolgálták a gurut, Indiában a tradicionálisan kultúrában oda mentek gyerekek, 5 évesen beadták a gurukulába a gyerekeket, a guru mellé, és akkor ők mindent csináltak. Takarítottak, főztek, kimentek koldulni. Nagyon-nagyon jó módszer egy szerzetesnek, egy fiatalnak az, hogy félreteszi a hamis egóját, éljen másokért, nem azért csinálom dolgokat, hogy én hasznot kapjak, és nagyon alázatosnak kell lenni. Ez egy koldus, az soha nem majd pofájú, ugye? Jön, és akkor kér. És ugye ez az első dolog, az első tulajdonság, amivel tudsz tanulni, az alázatosság. Legfontosabb tulajdonság, hogy te sikeres legyél a tanulásban, az alázatosságnak a mentalitását kell először elsajátítani. Azt, hogy én megértem, hogy én nem tudom, és akkor mondd, és akkor én megcsinálom. Ahhoz alázatosnak kell, mikor valaki idejön, és akkor tudod büszkén, hát figyelj nekem, ez nagyon vágom, ugyanúgy üzés. Összefúj benne, hogy semmi nem ment le, semmi nem ment át. Szóval ez a lényege, és akkor mint mondja a Bhagavad Gita-ban, az első kijelentés, amit Arjuna tesz, hogy kárpanyadós opat, az a párhova pricsámit vándorlan, a szorúd a csétaha, hogy ezeket már nehezen, mert 20 évvel előtt tanultam ezeket a leveseket, ezt a könyvet nagyjából fejből tudtam régen, az összes szanszkritot, de valami még megmaradt, és így olvasgattam, hogy most újra eljönnek. De hogy akkor azt mondta, hogy fogadj el tanítmányodnak, és én akarok jönni tanulni tőled. És akkor abban a percben Krisna váltott. Jó, oké, akkor fölvette a guru szerepét, mert addig barátok voltak. És akkor elkezdte tanítani a második fejezetben a spirituális tudásra. Tehát ezt most azért mondtam csak, hogy a tanulás folyamata és az oktatás folyamata, ez az oktatás pszichológiájához fog majd jönni, erről majd még egyszer fogunk beszélni, amikor az oktatásnak a pszichológiája lesz. Hogy mik azok a dolgok, amik fontosak abban, hogy mindenki sikeres legyen, mint oktató. Mert ezeket hogyha érted a pszichológiai hátterét egy tanításnak, akkor fogod tudni, hogy bejön valaki az úrhez, és látod, hogy nagyon büszke, és nagyon azért tudod, hogy azzal nem érdemes annyit adni, mert nem, mint hogyha falra egy borsot, nem tudod. És ezt be fogod tudni lőni, ehhez majd lesz mindenkinek jó érzéke, hogy kímél valaki nagyon lázatos, nagyon lelkes, nagyon jó, tehát akkor tudod, hogy azzal nagyon fogsz tudni fejlődni. Aztán valaki ideje, hogy akkor az nem fog tudni kezdeni semmit. Szóval ez megint oktatás pszichológia lesz később. És akkor ugye innen megyünk, akkor elindulunk ugye a tatva felé, a tudás felé, hogy mi az, ami fontos, hogy megtudjuk, hogy miért kell nekünk itt lenni. Ez az átma tatva, ez az átma a lélekről szóló tudásnak a filozófiája, az, amiről most elkezdünk beszélni a Bhagavad Gita alapján. És hát igen, a Bhagavad Gita-ban mi az az első pár vers, amit Krisna elkezd magyarázni? Ugye az lesz, hogy Dehi nosmi nyatán dehi, kaumára mi jobban angyarát, atán dehi hantarasvárti dirasztatra lanukjati.
hogy a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben, a gyermekkortól, a serdülőkoronát, az öregkorig, és a halál pillanatában is egy másik testbe költözik. De a józan ember soha nem téveszti meg az ötféle változás. Szóval itt teszi fel az első filozófiai pontot, hogy te nem ez a test vagy. És ugye mi az élő lénynek az alapelképzelése ebben a világban? Én ez a test vagyok. Ebben a betegségben szenved mindenki. Azonosítom magam ezzel az anyagi testtel. Én vagyok Jóska Pista, férfi vagyok, nő vagyok, fehér vagyok, fekete vagyok, cigány vagyok, zsidó vagyok, buddhista vagyok, mondjuk buddhista nem azért univerzálisokban gondolkozom, de mondjuk keresztény vagyok, muzulmán vagyok. És ebből a tévfelfogásból, ugye ezt hívják hamis egónak, amiről majd szintén fogunk beszélni, hamis egónak, ebből a tévfelfogásból ered minden ellenségeskedés a világban, ha észreveszitek. Tűgajban, magyarul vagy, román vagy, izé vagy, öljük meg egymást. Keresztény vagy, muzulmán vagy, öljük meg egymást. És nem látják azt, hogy ez nincs csak külső ruha. Maga, akit későbbi fejezeteiben is magyarázunk, és ezt úgy hordja, a lélek úgy hordja a testet, mint egy ruhát. És ugye ezt észre tudod venni, hogy az átma, a lélek, a Svetoszotalokban is először magyarázza, hogy a lélek az a hajszál keresztmetszetének a tízezred része. Egy olyan pici élőlény vagyunk mi. Ott van benne a szív központban, és ezt egyébként lehet mérni, azt szokták tudósok mérni, azt, hogy amikor a lélek elhagyja a testet, akkor a test egy picivel nehezebb lesz. Tehát mivel hogy fenntartja valamennyire a lélek, akkor az elhagyja a testet, akkor az nehezebb lesz. És utána összeesik, ugye az anyagi elemek veszélyponnak visszamegy a természetben. Nem ez a test vagyunk. És ez az első pont, ami fontos, mondta, hogy minden spirituális tudás, mindennek a lényege, ez az alap, erre építkezünk. Az, hogy te nem ez a test vagy. Mert ameddig ezt nem érted meg, teljesen felesleges elkezdeni foglalkozni bármivel. Jógával, jó, most nem azon a szintján, hogy most valaki, ameddig nem érti meg, hogy ő lélek, addig ne jöjjön jóga órára, hanem ha valaki komolyan el akar kezdeni jógázni, hogy mi a célja, akkor ez első dolog, hogy meg kell érteni, hogy te egy lélek vagy átma. Átma szerintem, ilyen hónapra adja a nevét a jogos tudjónak, hogy átma center, a léleknek a központja. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, átma. És ugye megérteni, mi ez az átma? Ez egy parányi élőlény, ami szokták mondani, hogy az abszolút igazságnak van több aspektusa. Abszolút igazság, Isten, van Isten, vagyunk mi, meg van ez az anyagi világ. Ez három különféle